Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. Földi László, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke lesz másodperceken belül a vendégünk, de előtte egy gyors programajánló. Most vasárnap, tehát december 18-án 17 órakor a Levezze Coffee Boutique bemutató termében, ez a 13. kerületben a Váci úton található Ultrahang közönség találkozó lesz Rima Szombati Andreával, Longauer Andrással és Nagy Imre Jonatán kollégáimmal. Mindenkit szeretettel várunk, a belépés díjtalan, regisztrálni pedig a videó leírásában található linken keresztül tudnak, és akkor most itt van velünk Földi László a vonalban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok. Aktuális ügyekről fogunk beszélgetni, mert hogy az Európai Unióhoz akkreditált nagykövetek elvi egyességre jutottak tegnap fontos kérdésekben. Nagyjából három ilyen téma volt. Egyrészt az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós támogatási csomag, másrészt a globális minimumadónak a 15%-os bevezetése. A harmadik viszont a magyar helyreállítási terv, ami 5,8 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást jelent. Ebben a három téma állapodtak meg, és Gulyás Gergely és Navracsics Tibor miniszterek pedig beszéltek is ma arról, hogy valóban ennek a megállapodásnak milyenek a részletei. Az egész évben bizonytalan volt az uniós forrásoknak az érkezése, illetve volt egyfajta konfliktus az Európai Unióval, és ráadásul ott volt az ukrán háború, ráadásul a minimumadó, a globális minimumadó kérdésében is voltak azért elvi, hát hogy mondjam, fenntartások. Hogy értékeli a mostani alkut? Jó ez Magyarországnak? Én gondolom, hogy itt nem alkuról van szó, mert gyakorlatilag amit kértek Magyarországtól ilyen értelemben, ugye mi összekötöttek nagyon sok mindent a pénzek kifizetésére, ami azért furcsa, mert sehol máshol az unión belül ezt nem teszik meg, hiszen ezek különböző tételek, egyébként más-más igazgatósághoz tartozik. Azok a témák, hogy három témáról volt szó, amit közösen tárgyaltak a Navracsicsék, ebből kettő pénzügyi, egy pedig egészen más, a pénzhez semmi köze alapú téma. És mégis a magyar teljesítést minden szempontból azt várták, reményem szerint, hogy lesznek olyan pontok, amivel Magyarország, a magyar kormány nem fog belemenni. Mert Brüsszelből úgy látszik, még mai napig is, nem tudom milyen sugallat alapján, hogy Magyarország nem képes demokratikusan gondolkodni vagy cselekedni, és a mai regnáló magyar kormány messze áll mindattól, ami az európai értékeket jelenti Brüsszel felfogása szerint. Most az, hogy a magyar kormány gyakorlatilag könnyedén bele tudott menni, ha nem is mindenbe könnyedén, de alapvetően belement ugye a teljesítési oldalon azokba a pontokba, amelyeket kértek feltételként a pénz kifizetéshez, ez szerintem várható volt Brüsszelt, ha meg is lepte, de mindenféleképpen abban az irányba tolta a döntéshozókat, hogy ne találjanak ki újabb történetet, mert nincs újabb történet, ez már az ő, mondjuk úgy presztisük, lejáratásuk irányába is hatna. Mivel Magyarország kikerült azt a csapdát, hogy kerekperezt visszautasított bármilyen feltételt is, amit egyébként mint egyenrangú fél és partner az unión belül megtehetett volna. Ezt naponta megteszi Franciaország, Németország és sok mindenki más, és az élet megy tovább. Hát Magyarország kicsit más megítélés alá esik. Akkor szálazzuk szét a történeteket, és kezdjük az Ukrajnának folyósítandó közös hitellel, amivel kapcsolatban sokáig vita volt arról, hogy akkor ezt most tagállami szinten kössék meg egy-egy tagállam Ukrajnával szerződésként, és ugye Magyarország akkor is vállalta volna, hogy a első részt kifizeti, vagy az Európai Unió közösen vegye fel, és ezzel kapcsolatban még a magyar politikusok is arról beszéltek korábban is, hogy jobb lenne ezt önállóan megtenni, mert hogy egy hitel nem hitel, és utána akár még több is elő fordulhat. Hogy látja ezt a kérdést, és egyáltalán mennyire fontos az, hogy ebben az időszakban Ukrajna valóban minden egyes EU tagállamtól, tehát a nem tagállam Ukrajna, minden egyes EU tagállamtól forrásokat kapjon? Tehát kezdjük azzal, ha megengedi, hogy az ukrajnai helyzet nagyon válságos. De hogy ilyen válságos lett, ezt nagyon nehezen lehet csak Moszkvára ráhárítani. Itt pontosan a válságnak az alaptétele az, hogy az ukrán vezetés gyakorlatilag immáron lassan több mint 3-4 éve nem törekszik arra, hogy a háború
okozta veszteség minimalizálva legyen. Magyarul nem törekszik szünet irányába, nem törekszik béketárgyalások irányába, és így tovább. Nem mondható, hogy az orosz fél kesztyűs kézzel bánna a történethez, és mint támadó fél ne lehetne bőven számon kérni az ügyben, hogy miért is tesz ezt vagy azt. De, és ez nagyon fontos, tulajdonképpen az Európai Unió és a tagországok a Zelenszkijék tekintetében egy olyan kormányt finanszíroznak, amelyik gyakorlatilag a háború folytatását tűzi ki célul minden áron. Számukra mind politikai erkölcsi szempontból gondolják ők, mind pedig anyagi megfontolásokból ez a fajta háború folytatása kifizetődik. Az országnak nem, Ukrajnának nem, az ukrán embereknek nem, és így hadd ne soroljam. És az a probléma, hogy a következő pénzek nagy része is három irányba fog elmenni. Az egyik irány, legyünk azért mondjuk korrektek, nyilvánvalóan az ukrajnai válságos helyzet valamiféle enyhítésére megy. A következő egyharmad újabb fegyverek beszerzésére, amelyek tulajdonképpen eszkalálják tovább a problémát, és egy bizonyos része, hogy mondjam, korrupció útvesztőjében el fog tűnni. És nem csak úgy tűnik el, hogy készpénzben, hanem a bevásárolt fegyverek is, mint tudjuk, a fekete piacon értékesítésre kerülnek nagyon sok esetben. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a kormányok, amelyek óvatosan próbáltak, és nem csak a magyar kormány volt ilyen, közeledni, pláne egy közös brüsszeli kifizetéshez, azt pontosan tudják, hogy ezek a pénzek nem jó helyre érkeznek, és nem azt a célt szolgálják, mint amelyet úgymond fölcímkéznek fölé. Na most akkor egy kicsit még idézzünk el itt az ukrajnai pénzeknél, hogy ugye vannak, akik azt mondják, hogy itt a békére meg a tűzszünetre lenne szükség, hiszen akkor tudna ez a háború megállni, és akkor az jó lenne az ukrán népnek is, jó lenne Európának is, hiszen a háborúnak a következményeit azt mindannyian érezzük, és mindenkit negatívan érint. De hogyha további források mennek Ukrajnának, és ahogy most ön is felsorolt, hogy annak egy része fegyverre megy, amiből a háborút tovább tudják folytatni, akkor nincs itt egyfajta logikai ellentmondás, hogy azok az országok is azért adnak támogatást, akik meg amúgy azt mondják, hogy béke legyen? Az egész unió rendszer egy csapdahelyzet azok számára, akik benne vannak. Tehát higgyük el, hogy a politikának a játéktere, így a magyar kormányt is ide veszük, a retorika szintjén adott, a gyakorlat szintjén minimális eltérésre ad lehetőséget. Mert a rendszer ilyen. És nem csak azért, mert akkor mondjuk az uniós forrásokban nem jutnak az egyes országok pénzhez, vagy ehhez hasonló, hanem egyszerűen az egész mechanizmus rendszere így épül föl. Ugye itt egy filozófiája ennek az egész uniónak az volt, hogy közös akarat Európa érdekében. Nem csak az Európai Unió országa érdekében, hanem az Európa, mint kontinens, teljes egészében érdekében. Vagy ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy Európán belül nem, hogy érdeket ne ütköznének, hanem egész konkrétan fegyveres konfliktusig ütköznek, amelyben az Unió az egyik oldalról igenis résztvevője ennek a fegyveres konfliktusnak, például azzal, hogy finanszíroz egy konkrét résztvevőt, Ukrajnát. Tehát én azt gondolom, hogy a politika nagyon nehezen számon kérhető ma az kormányzati politikák bármelyik országban is, hogy hát miért nem keményebben áll ellent egy ilyen teljesen tévútnak, amelyik, hangsúlyozzuk, ön is mondja, én is mondom, az eszkalációt fogja növelni, nem pedig a béke és alapból következő újjáépítés és egyéb dolgokat. És itt van a következő történet, hogy az igazi nagy üzlet, hogy ilyen profán legyek, és mondjuk nem túl szofisztikált, az az újjáépítésben lesz majd. Amire hát ugye akkor Ukrajna időnként dupla akkora összeget mond be, mint amit például az Európai Unió felmért. Igen, de ez még további üzlet, hiszen itt azt kell végig gondolni, hogy az Ukrajnában meglévő és még mozdítható értékeket ki milyen gyorsan fogja tudni lenyúlni. Pestélyesen fogalmazunk. Tehát itt messze nincs az a fajta a végrehajtás szintjén, akár a finanszírozásban, akár a későbbi tervekben, akár az újjáépítés logikájában nem a humánum fog dönteni, hanem a továbbra is az üzlet és a pozíciók megnyerése.
Tehát az ukrán nép rettenetesen nehéz helyzetben van, de ismétlen nem csak azért, mert az oroszok támadják, hanem mert azok, akiknek védeni kéne az ő érdekeiket, is ellenük vannak. Viszont, hogyha azt mondja, hogy az ukránoknak nyújtott támogatás az valójában egy nagy üzletnek a része, akkor ugye, és akkor itt beszélhetnénk a helyreállítási alapról, hogy látok azt, hogy az Európai Unió milyen szigorú feltételeket szabott Magyarországnak, hogy végre azok a pénzek megérkezzenek, és hogy egy csomó mindent át kellett alakítani, meg ugye megjelöltek jó sok mérföldkövet, ez így volt Lengyelország és Magyarország esetében, és Lengyelország esetében láttuk, hogy teljesítették az elvárásokat, utána sem kaptak pénzeket. Hogy van egy Ukrajna, ami egyébként nem is az Európai Unió tagja, és azt is értem, hogy ott most háború van, és azonnal kell segíteni a bajba jutottakon, én ezt a részét elfogadom. De nem lehet valahogy akkor már az Európai Uniónak egyébként az Európai Unióba igyekvő Ukrajnát valahogy úgy megrendszabályoznia, hogy a korrupció ne merüljön fel, bár ugye Zelenszky el is mondta, hogy nincs Ukrajnában korrupció, illetve hogy ezeket a támogatásokat tényleg szabályosan használják fel. Ugye csak zárójelben, hogy jegyezem meg, a korrupció szó ma Brüsszelben meglehetősen kétes értékűvé vált, ugye, mint tudjuk, hiszen a parlament maga derítette ki magáról, hogy meglehetősen korrupt vezetőkkel rendelkezik, de zárójelben bezárva. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a mondjuk megjátszós világban ma már szinte csak az nem veszi észre az igazi háttér érdekelt, vagy másodszándékot, aki nem akarja. És ez egy szomorú dolog, mert természetesen a világban mindig is a politikának voltak másod érdekei, szándékai, koncepciója, stratégiai lépése, amit nem akart nyilvánosságra hozni, és bizonyos folyamatokban beépítve érte ezeket a célokat. Ugye a mai nagyon modern világunkban ez is eltűnik, és ez baj, mert így az emberek nem csak azzal találkoznak, hogy lám-lám az által megválasztott politika és politikusok nem azt teszik, és annak az érdekében dolgoznak, hogy nekünk, a társadalomnak jó legyen, hanem kifejezetten egy szűk csoport, vagy akár a saját zsebük irányába próbálnak döntéseket kicsikarni és hozni. És ezt, hogy úgy mondjam, pofátlanul teszik, mert hogy lassan már teljesen átlátszó tükrökön keresztül. Tehát itt ez a probléma. És ugye az ukrajnai tétel nagyon sok szempontból más irányba is előremutató, hogy ilyen furán fogalmazzak, és idézővetéve, abban a szempontból, hogy hogy lehet országokat nagyon gyorsan tönkretenni, lenyúlni, megint csak egy rossz szóval használva, magyarul egy még szűkebb érdekcsoport övezetévé átalakítani. Úgy ráadásul, hogy Ukrajna nem is uniós tag, hanem egy külső erőtér, és azt kell mondjam, hogy jelenleg az unión belüli országok bizonyos fokig azért egy védelem illeti meg ebből a szempontból, mert azért velük, hát hogy is mondjam, csak óvatosabban kell bánnia ennek a bizonyos erőtérnek, vagy brüsszeli érdekviszonyrendszernek. De sajnos ez ma már szinte kikerülhetetlen élethelyzet a politikában, amit tapasztalunk. Szűk érdekcsoportról beszélt, lehet tudni, hogy ez az érdekcsoport, ez pontosan ki, illetve hogy miért fontos Ukrajna? Azért, mert Oroszországnak egyfajta ellenpólusa lehet, vagy azért, mert jók a termőföldek, vagy mert nem az Európai Unió tagja, szóval hogy miért fontos Ukrajna? Ukrajna egy nagy ország, egy nagyon jó adottságokkal rendelkező nagy ország, és nagyon fontos stratégiai pozíció, vagy említette, itt az oroszokkal való elméleti és gyakorlati vitában is, és mindenféleképpen egy olyan terület, amelyen, hogyha képesek végrehajtani azokat a sebészeti eljárásokat, amelyeket látunk és amelyeket úgy beterveztek, akkor egy nagyon jó terep is arra, hogy hogyan kell a többi országgal centralizált világot létrehozni. Tehát azt kérdezi, hogy kik ezek? Hát nagyon világos, egyszerű érdekkörök, amelyek ugye nyíltan ma már hirdetik a világkormányt, már hirdetik az egypólusú rendszereket, már hirdetik azt, hogy az uniónak semmi más feladata nincs, mint előkészíteni ezt a következő világot. Épp most olvasható bizonyos nyilatkozatok, hogy ez az a erőtér, amelyik a magántulajdont meg akarja szüntetni minden formájában. Tehát most még akkor is, hogyha extrémnek tűnő mondatokat hallunk bizonyos szájakból, de ezek a gondolatok, ezek a mondatok nagyon komoly hangsúlyjal jelennek meg ma már, és nem blöff, és nem a bulvár lapok szintjén.
És ma már komolyabban veszük, mint 20 éve. Tehát ha 20 éve a magántulajdonnak az eltörléséről beszéltek volna, akkor azt valamilyen konteós mosolygással fogadták volna. Most meg azért egyre inkább napirenden van, tényleg. Hát nézze meg, hogyha így folytatódik Európa gazdaságának a kizsigerelése az energián és az ebből következő láncrácokon keresztül, akkor bizony oda jutunk valamennyien mi európai polgárok, hogy el kell adnunk azt, amit tulajdonunk, ahhoz, hogy életben maradjunk. Hiszen akkor el kell adnunk az autót, és akkor lesz egy kis pénzünk, el kell adni a lakásunkat, és akkor megint lesz egy kis pénzünk. Mindezt majd vissza lehet bérelni, hogyha egyébként van rendszeres jövedelmünk, és így tovább. De ennek a forgatókönyve létezik, és ez nem egy összeesküvés elméleti történet, hiszen milyen más ok van arra, hogy Európa gazdaságát ilyen módon gyakorlatilag pár hét alatt bedönteni képes legyen gyakorlatilag az a politikai elit, amelyikre épp azért bízták Európát mi választók, vagy bíztuk Európát mi választók, hogy megvédjenek minket az atrocitásoktól, hogy a normális életünket és a normális munkánknak a fedezetét az minden esetben garantálják. Hát nem így van. Akkor egy kicsit térjünk át a globális minimumadóra, ugyanis ezzel kapcsolatban is nagyjából két iskolát ismerek. Az egyik, hogy bármi, ami globális, az nem jó, mert akkor beleszólnak kívülről az életünkbe, hogy hány százalék legyen az adó, és az csak egy következő lépés, hogy majd ne csak a úgymond iparűzési adó, hanem akár a személyi jövedelemadó, meg bármi más is globális legyen. A másik meg azt mondja, hogy a versenyképesség szempontjából egyébként nem olyan rossz ez a dolog, mert hogy például, ahol olcsóbbak az adók, oda jobban mennek a cégek, ahol magasabbak, oda kevésbé, és akkor az a munkahelyteremtésre is befolyással van. Magyarország ugye mentességet kapott egyébként a globális minimumadó bevezetése alól. Ez is egy érdekes dolog, hogy mindent megszavazunk úgy, hogy mi mentességet kapunk, ami jó, csak akkor meg mi értelme van az egésznek, bár mondom, szerintem Magyarország ebből jól jön ki, de ön hogy látja a globális minimumadónak a kérdését? Hát én ennél még egyszerűbben látom, ami globális, az elvetendő. Ilyen nincs. Ez egy tévedés volt mindig a történelemben. Gondoljunk a fasizmus globalizációjára, gondoljunk a kommunizmus globalizációjára, és minden más globalizmusra is gondoljunk. Még valamennyire az úgynevezett monarchiák működtek, de ők is csak ideig, óráig, hogyha egy pár száz évig is, akkor is a nemzeti az érték. Tehát minden, ami ezen a szinten, akár adóformájában, akár bármilyen más, az embereket gyakorlatilag folyamatosan érintő tételekről beszélünk, egy gazdaság és a társadalom viszonyrendszerében a nemzeti kezelhető. Mert a nemzetek között gyakran, még a legbarátságosabbnak, testvérinek hívott nemzetek között is, lásd, lengyel-magyar probléma, hogy az ukrán-orosz háború miatt, lehetnek olyan tételek, amelyek nem azonos irányba hatnak. És hogyha ilyen viszonyok között vannak, akkor hogy ne lennének egy nagyobb egységen belül, ráadásul a rendszeren belül látható, az elején látható a gazdasági, politikai és egyéb ellentéteknek a sírája, és itt tovább. Nem, ez egy teljes tévedés szerintem. Viszont ha most mentességet kaptunk, akkor mi a garancia arra, hogy ez mindig így lesz, illetve ezzel párhuzamosan a folyamatok meg gondolom haladnak előre attól függetlenül, hogy mi mentességet kaptunk, és mi van akkor, hogyha tényleg egy idő után azt látjuk, hogy minden egységes, meg minden globális lesz, mert ugye most is láttuk például az Ukrajnának szánt hitelek esetében is, hogy belebegtették, hogy egyébként Magyarország nélkül is hajlandók ők ezt megoldani, és egyre inkább látni ezeket a jogi csűréseket és csavarásokat. Vagy mondok még egy példát, hogy korábban is felmerült, hogy most már ne kelljen az összes tagállamnak a szavazata egy-egy döntésnél, hanem elég legyen az egyszerű többség is. Tehát egyre inkább ebbe az irányba halad az Európai Unió is, meg sok esetben a világ is. Igen, ezt a német kancellár vetette föl legutóbb, amennyire emlékszem rá. Csak hát a naivitásnak ez az abszurduma, hiszen ahhoz, hogy ez megtörténhessen, mindenkinek meg kéne szavazni. Tehát én szavazok az ellen, amit én nem akarok, ugye ez most már itt a magyar és uniós viszonyrendszerekben egyszer-kétszerűen fordult, teljes abszurdum. Két lehetőség van, higgy el. Az egyik az, hogy vagy elfogadjuk azt a trendet, hogy nincs magántulajdon, azaz a globalizmus olyan szintjére ér, amelyikben már a korábbi normális értékek, a nemzeti hagyományok és így tovább föladva eltűnnek, és akkor csináljuk azt, amit néhány ember mond valahonnan. Tehát magyarul abszolutizáljuk a globalizmus élethelyzetét,
vagy gyakorlatilag megszüntetjük az uniónak ezt a formáját. Tehát már a kettő között lavírozni egyre nehezebb, egyre kevésbé gyakorlatilag kezelhető dolog, és egyre inkább afelé hat, mint amit a Brexit tett, hogy ha valaki nem tűri tovább, nem akarja, akkor kilép belőle. Nem tudom, hogy ezek milyen időtávú folyamatok, akár az egyik irány, akár a másik irány, de sajnos nincs középút. Tehát vagy így, vagy úgy el fog dőlni ennek az egész kísérletnek az élethelyzete. Illetve a Brexitet említette, hogy oké, Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, de azért például a globális kereskedelemnek meg ugyanúgy része, és ugyanúgy van egy ilyen pro-kontra függőség. Vagy Nagy-Britannia most az orosz-ukrán háború idején egyébként az egyik legaktívabb a olyan hadviselésbe, ami valójában nem is hadviselés, de mégis. Hát jól emlékszünk, azért az unió előtt volt élet. Tehát akkor is volt élet, akkor is együttműködtek az országok, akkor is voltak szövetségek időnként, aztán azok fölbomlottak, majd újra alakultak más formában. Voltak érdekütközések, voltak konfliktusok, nem csak fegyveres módon, és így tovább. Tehát az, hogy egyébként valaki kilép az unióból, és utána valamilyen szinten az együttműködés formái meg tudnak maradni, még akkor is, hogyha az unió javára dőlnek el viták vagy alkuk, Ez a legtermészetesebb dolog. Tehát ebben én úgy gondolom, hogy semmiféle negatív konzekvenciát nem szabad levonni. Én azt gondolom, én magam részéről úgy gondolom, hogy az unió nem egy jó irány. Kipróbáltatott és nem találtatott sikeres megoldásnak ebben a formájában semmiképpen. Hogy lenne másfajta formája, amelyik ennél sokkal plasztikusabban, sokkal inkább a nemzeti érdekeket is figyelme véle színes formában adná magát elő, azt nem tudom, de a pillanati vezetés, a pillanati elitrendszere, a politikai elitrendszere az uniónak, és sok országnak is az unión belül, az úgynevezett globális rendszert favorizálja minden áron. Erre mondom én, hogy ebbe az irányba megy el, akkor hát el kell gondolkozni azon, hogy érdemes-e közösségben maradni. Érdekes, amit mond, hogy az unió nem egy jó irány. Ugye ezzel párhuzamosan Magyarország kormánya még azt mondja, hogy hát belülről meg lehet reformálni, és mi magunk is az unió részei vagyunk, és hát azért most ilyen a vezetés, de lehet, hogy majd máskor máshogy lesz. Aztán azért azt is lehet hallani, hogy amikor meg Magyarország nettó befizető lesz, akkor érdemes elgondolkodni, hogy ez a konstrukció egyáltalán megéri-e az országnak. És most azért is fogalmazok ilyen óvatosan, mert tudom, hogy mindenki, aki bármit nyilatkozik, annak súlya van, és mondjuk ön a Védett Társadalom Alapítvány elnökeként nyilatkozik, aztán holnap kitalálják, hogy ön tolmácsolja Orbán Viktor gondolatait. Úgyhogy ennek gondolom nem így van, de azért kérdezem, hogy ön szerint napirendre fog előbb-utóbb kerülni az, hogy az EU-n belül vagy kívül folytassa Magyarország? Nézd, én azért fogalmazhatok keményebben, mert magánemberként teszem, és egy alapítvány, mert magánalapítvány azért hoztunk létre, hogy a nyíltársam alapítvány eszmélyiségével szembe menjünk direkt módon. Ezt hirdettük meg. Nekünk semmi félnivalónk attól, hogy az általunk vélt igazságról beszéljünk. És ez az igazság, ez a politika szintjén nem tud megjelenni. Mert rengeteg más dolog van, amelyet a politika nem csak a döntéseinél, de a nyilatkozatainál is számot kell, hogy vessen, és annak alapján szabad nyilatkoznia. Nekünk civileknek nem. Tehát én azt merem mondani továbbra is, hogy igen, az unió ebben a formájában nagyon rossz irány. Azok a társadalmi folyamatok, amelyek az unió egy létezése után elindultak, és itt millószor beszéltünk erről, nem csak én, sok mindenki más, önnel is többek között, hogy a normalitás életünk hogyan szűnik meg, és hogyan tűnik el, ez mind-mind az unió káros voltából fakad. És hogyha ez így van, akkor belülről nincs reform, vagy a kommunizmus sem lehetett belülről megreformálni, bár voltak reformkommunisták, én elég öreg vagyok hozzá, hogy emlékszem ezekre az időkre, és mégis kiderült, hogy nem. Az egészet el kell felejteni, egy teljesen új alapot kell kezdeni, és új formában kell az életet újra gondolni. Én azt gondolom, az uniónak is ugyanez ez a sorsa hosszú távon. És egyébként, ha most tényleg ez már ilyen nagyon hipotetikus, de ha kilépnénk az Európai Unióból, az egyfajta új rendszerváltás lenne? Nem gondolom ezt egyáltalán. Különösen egy olyan politikai logika mentén, amit eddig is az Orbán kormány képviselt. És most nem az Orbán kormányról van a hangsúly, hanem arról, hogy Magyarország mindig is tudta, hogy mit szeretne tenni.
Legfeljebb voltak olyan politikusai, akik megpróbálták erről, amit szeretne útról eltéríteni. Látható módon egyelőre nem sikerült, reméljük, hogy ez így marad. Akkor még beszéljünk egy kicsit a Magyar Helyreállítási Alapnak a pénzeiről. Ugye ez volt az, ami nagyon-nagyon sokat csúszott, és ami hazai ügyekben is állandó vita tárgyát képezte, mert többek között ennek a digitális fejlesztésekre szánt forrása menne például a pedagógusoknak a béremelésére. Most ugye úgy tűnik, hogy megkapjuk ezeket a pénzeket, de ki lehet azt jelenteni, hogy megkapjuk, vagy még mindig ott tartunk, hogy megígérték, aztán nem biztos, hogy megkapjuk. Hát a mai világban akár minden is lehet. Én nem emellett drukkolok, és én gondolom, hogy meg fogjuk kapni, mert talán még egy műsoridőre kellene ahhoz, hogy ezt megmagyarázzuk egymásnak. Azért vannak olyan objektív feltételek és szubjektívek is, amelyet nem csak nekünk kell betartani, hanem esetleg azoknak is, akik ugye másik oldalon tárgyalják mindezeket. Az én szerény információim az voltak végig a tárgyalások folyamán, és ez már egészen a nyár végétől kezdve, hogy meg fogjuk kapni a pénzt, bármennyire is ment a pánik Magyarországon, de most ezt én nem ragoznám, hogy miért volt ez az én információm. Ami a lényeg, hogy most is pánzlikázóan azért. Tehát a kérdésének az az éle, hogy így fogalmazzak, hogyha mi a meghatározott pénzeken belül mire nem költünk, vagy mire hogy költünk, azért az később számon kérhető a magyar kormányon, mert meggyőzésem szerint, hogy a digitális átálláshoz képest például erre utalok akár az oktatáson belül, sokkal több egyéb problémát lehetne megoldani, mondjuk ezeknek a pénzeknek a segítségével is, akkor már is van egy nagy kérdőjel, hogy akkor azokat a problémákat akkor milyen forrásból fogjuk megoldani, és mondjuk leszünk számítógéppel, meg ide modern dologgal, csak épp a tanárok fognak hiányozni a katedráról, ami szerintem épp egy ostoba magatartást képvisel. Az online nem tanít, az online információt szolgáltat, de nem tanít, és hadd ne soroljam. Tehát itt is van azért egy olyan fék és csúsztatás ezekben a kihelyezett és megszavazott, és szerintem folyosítandó pénzek mögött, amelyek azért megpróbálják féken tartani a magyar kormány játék lehetőségét. A másik, ami viszont felmerült bennem most, miközben beszélt, hogy ugye az Unió ilyen-olyan-amolyan, de hogy az elmúlt hónapokban minden gazdasági nehézségre két mondat érkezett, az egyik, hogy háború van, a másik, hogy csúsznak ezek a pénzek. És hogy azért válságok szerintem a következő időszakban is lesznek, ugye nem is többször beszélgettünk erről, ha meg nem lennénk az Európai Unió tagjai, akkor meg ezek a pénzek lehet, hogy nem is jönnének, bár tudom, hogy akkor már nettó befizetők lennénk, de hogyha mérlegre tesszük ezeket a dolgokat, akkor vajon megéri ezekért az uniós forrásokért jelenleg akár időnként kompromisszumokat kötni? Nem vagyunk más, tehát nem más lehetőségünk, nekem az a szerény ismeretem. Nem ismerem nyilvánvalóan pontos számokat, meg közgazdásban vagyok, de az a helyzet, hogy ma a világ egy picit bonyolultá vált pont az orosz-ukrán háború miatt, hiszen Oroszország kiesett ugye a nagy játékosok közül. Maradt Kína, ami így megint kétpólusúvá degradálja a lehetőségeket, mondjuk egy kis ország szempontjából. Ezért nehéz ma politikailag nagyon-nagyon korrekt, vagy mondjuk még inkább abszolút objektív döntéseket hozni. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy hát mozgalmas volt a 2022-es esztendő, országgyűlési választás és sok minden más, és ugye közben aktívan tevékenykedett a Védett Társadalom Alapítvány is. Hogy értékeli az alapítványnak az elmúlt évét, és mik a céljaik a következő időszakban? Hát én azt gondolom, hogy nem azon az ütemben, és nem azon a mondjuk sebességfokozaton dolgoztunk, ahogy lehetne, és objektíven igény lett volna rá. Nem panaszként mondom, elsősorban anyagi okok miatt mi nem vagyunk támogatott rendszer. Tehát akkor nem egy ilyen pénzzel kitömött szervezetről hát, beszélünk. Sajnos nem, hadd mondjam így. Nem vagyunk azok. Ugyanakkor hálásak vagyunk mindazoknak, akik a számlánkra befizetnek. Hadd mondjam azt, különösen a nyugdíjasoknak vagyok hálás, akiktől picit szégyenkezem is, de a nyugdíjfolyósítás másnapján, harmadnapján érkeznek az 1000-2000 forintok, ami azért nagyon megható. Csak hát ebből azért nagy dolgokat végrehajtani még egyelőre nem tudunk. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő szempontjából, ráadásul úgy, hogy meghirdettük a Békét Európának, Peace for Europe mozgalmat 45 országra kiterjesztve,
stabilizálnunk kell mondjuk a finanszírozás lehetőségét, de amit fölvállaltunk ettől függetlenül, mind a normatív tételekben, mind az országjárást követő találkozás és a szervezet kiterjesztésén keresztül, abból azért elég sok mindent megtettünk. Szerényekkel maradnak ugyanakkor, még egyszer mondom, hiszen mindaz az elv és lehetőség, amely adott, és a fölgyorsult világban nem lehet nagyon időt húzni. Tehát gyorsan kell reagálni a dolgokra, az ellenfél nagyon nagy erőtérrel rendelkezik, nem csak pénzügyileg, hanem szervezetszerűen is, az ellenfél alatt a nyílt társadalomalapítvány és rendszerét értem. Tehát van mit tennünk, azt gondolom, a következő évben is. Földi László, köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a munkájukhoz. Köszönöm én is.